jön be a labda, ott a visszafejeldés, gól! Babon megszerzi az Újpestnek a vezetést a 94. percben. Visszafejeltek középre egy labdát, és Bavonra nem figyel senki. Az Újpest megnyeri a mérkőzést, mert gyakorlatilag innentől kezdve nincs már hátra semmi. Hát ilyet, hogy a 90. és a 94. percben is lássunk gólt, azért ilyenre ritkán kerül sor, valljuk meg őszintén. Bavon! Nem hiszik el a Fradinál, hogy ezt bekapták, ezt a gólt. 2-1-re vezet az Újpest. És hát szerintem, és le is fújták menet közben a mérkőzést, úgyhogy nem csak vezet, hanem 2-1-re megnyeri az Újpest ezt a mérkőzést, amelyik idén megszerzi első győzelmét. És egy óriási fordulatokban nagyon-nagyon gazdag utolsó 5 percet láthattunk, bárcsak ilyen lett volna az egész találkozó. Ugye Kabát Péter a 28. percben megszerezte a vezetést, aztán Orosz Márk a 90-ben egyenlített, és a 94-ben Bavon, akire senki nem figyelt, és aki teljesen egyedül hagytak bent középen, megszerzi az Újpest győzelmét. Ezzel tehát az Újpest 3 pontot tart otthon. Még egyszer megnézhetjük. Csak a rend kedvéért, hogy Vermes Krisztián volt, aki befejelte a labdát középre, az Újpest kapitánya, és itt van a mindent eldöntő gól. Hát